Az elmúlt hetekben mélyebben beleástuk magunkat a bűnnek a témájába, és ezt azért tettem, hogy megérthető legyen, és kezelhető legyen ez a téma, mert ahogy talán múlt héten említettem, ez a kérdés nagyon nagy végleteket jár be. Az egyik felén elbagatellizálják a bűnt, és nem lényeges, lépjünk túl rajta, a 21. században vagyunk. A másik oldalon pedig olyan félreértelmezése van a bűnöknek. Ebben a témában olyan szélsőségek, valótlan fogalmak, feltételezések vannak. Az emberiség másik része pedig azért nem tud szabadulni, különösen a vallásos világ a bűneitől, mert azért, drága testvéreim, én most egy nagyon egyszerű dolgot hadd mondjak. Azért az nem normális dolog, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, Jézus Krisztus felvitte a bűneinket a keresztre, és tulajdonképpen a vallásos keresztény világ azzal tölti az idejét, hogy hétről hétre megy gyónni, hétről hétre megy bűnvallásra, és hétről hétre belepusztul a saját bűneibe az egyén. Riogatják őket, ha meghalod egy vallásos közegbe, hogy bűn, hát azért ott elgondolkozol rajta, hogy te jó ég, jelentsen is ez akármit, ez valami szörnyű dolog, ez valami, most itt akkor elbújok a szék alá, szélsőséges bemutatása van a bűnnek. Miért? Hát azért, hogy soha ne tudjál ráülni a lóra, hogy soha ne láss tisztán. Miért? Mert az az ember, aki tisztán látja a bűn, mert mire kell a bűn a sátánnak? Arra, hogy az Isten valóságát, valódiságát elhomályosítsa, arra, hogy az Istent elválassza az embertől. A bűneink, a ti, az én, a mi bűneink választanak el bennünket az Istentől. Nem az Isten haragja, nem az évszakok, nem az éghajlat, nem a hely, nem az ország, hanem a bűneink választanak el bennünket az Istentől. Én ma meg szeretném nézni, hogy honnan ered a bűn, mert a sátán a bűn kérdését nem fogja tisztázni. A bűnt szinten fogja tartani. Miért? Hogy az emberek elől elhomályosítsa az Istennek a jelenlétét, és az embereket megvezesse, mert az az ember, aki megismeri az Isten jelenlétét, azt mondja, hogy aki egyszer megszagolta a mennynek az illatát, egyszer megízlelte az Isten igazságát, az többé már jóval nehezebben vezethető félre. Miért tudnak rengeteg vallásos embert félrevezetni? Politika, felekezeti vezetők, lelkészek, elmondom miért, mert nem ízlelték meg a Krisztusnak a valóságát. Emberi dolgokat megízleltek, de a Krisztus valóságát nem ízlelték meg. Honnan ered a bűn, mi is volt a bűn létrejöttének, megjelenésének az oka, és majd meglátjuk, hogy jól összeköthető az emberi egoizmus, az én központuság, mert nem kevesebbet állítok, hogy a bűnnek a gyökere az emberi egoizmus, az emberi én központuság. Hogy lett az ember én központú és egoista? Mi okozta a bűnbeesést? Az engedetlenség okozza az egoizmust és az én központuságot. A bűnnek a fokozódását, erősödését, sokasodását az okozza, hogy az ember, az emberiség egyre és egyre én központúbb lesz. 2 Timóteus levélben mit mond Pál, hogy mi a legnagyobb veszély a végidőkben? Lesznek az emberek önmagukat szeretők. Első helyen, elsősorban ezt hozza föl, és azt mondja, hogy ez fogja okozni az embereknek a pusztulását. Ugye az ember egy nagyon érdekes helyzetben van, mert az embert az Isten a látható világ, és a láthatatlan világ határára teremtette. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mozogsz a látható világba, és ha megismered az Istent, vagy megismered a sátánt, mind a kettőt meg tudod ismerni, akkor tudsz mozogni a láthatatlan világba is. De nem tartozol a láthatatlan világhoz, és amikor újjászületsz, és belelépsz a természet fölöttibe, akkor egyre kevésbé tartozol a látható világhoz. És mit mond a Biblia egy újjászületett emberről? Hogy ez a rész, ez egy átutazóban vagyunk itt. Bocsánat, ezért rossz sokszor hívőnek lenni, mert se ide nem tartozol, se itt nem fogadnak be. A másikat meg még nem érted. És azért helyezte Isten, figyeljetek, hogy uralkodjon a láthatón. Ezt hová fejlesztettük, mi a másik emberen akarunk uralkodni, de a látható világon kéne uralkodni az embernek. Arra teremtette, hogy uralkodjon a látható világon, és arra teremtette, hogy keresse a láthatatlan. Mi a hit? Keresni a nem látható dolgokat. Tehát az ember uralkodjon a láthatón, és keresse a láthatatlant. Földet az emberre bízta. Most nézzétek meg, ebből mennyi maradt a kezünkben. Egyre távolodtunk a teremtett világtól és attól, amit nekünk adott az Isten. És itt szakadt meg az ember összeköttetése az Istennel, az, hogy az ember nem engedelmeskedett az Istennek. Mi a bűnbeesés? Megszakad az ember összeköttetése az Istennel. Olyan mélyen él ma az emberiség a bűnben, hogy el se tudja képzelni, hogy az Isten az emberrel összeköttetésbe akar lenni.
Tehát megszakadt az ember összekötetése. Miért szakadt meg? Azért, mert az ember uralkodni akart, és nem engedelmeskedni. Mi volt a csali az első emberpárnak? Olyan lehetsz, mint az Isten. Mi volt a csali a sátán lázadásában? Mire lázadt föl a sátán? Ézsaiás könyve, Ezékiel könyvében olvasunk a sátán lázadásáról. Olyan akart lenni, mint az Isten. Ő nem engedelmeskedni akart, hanem olyan akart lenni. Miért volt tele a szobád fala különböző példaképekkel? Miért voltak ezek az arcok kint? Mert olyan akartál lenni, mint ő. Az Isten helyére akar kerülni, olyanná akart lenni, mint az Isten, ez volt a kísértésnek a lényege, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Kik fogékonyak a bűnre? Azok, akik olyanok akarnak lenni, mint az Isten. Ha te megelégedsz azzal, hogy embernek teremtettek, kevéssel tett kisebbé az Isten önmagánál téged. Ha te megelégedsz azzal, hogy ember vagy, akkor neked jó dolgod van, és hálás vagy azért az Istennek. Az ember engedett a kísértésnek, és elveszítette azt a pozícióját. Ugye sokan Istent hibáztatják, hogy miért nem gyógyulunk meg, miért nem szabadulunk meg, miért nem vagyunk áldottak, miért nem érünk örökké, miért nem. Azért, drága testvéreim, mert a teremtett pozíciót eldekáztuk és elvesztettük. Mondod, hogy nem te voltál az, ebben igazad van, én se voltam. De az ember, mint emberi faj eljátszotta azt a pozícióját, úgy kéne élnünk ezen a földön, hogy uralkodnunk kéne rajta, és a hasznát kéne húzzuk, és őriznünk kéne. Nézzétek meg, lassan már nemhogy mi, a föld uralkodik rajtunk, meg emberek. Teljesen pozíciócserék voltak, engedett az ember a kísértésnek, és elvesztette a pozícióját, és hogy egyetlen teremtményként közvetlen kapcsolata volt az Istennel. Egyetlen egy teremtménynek van közvetlen kapcsolata az Istennel, ez pedig az ember. Az ember kiesett az Istennel való közösségből, megszakadt az Istennel való kapcsolata, értelemszerűen mindaz, ami ebbe a mullandó világban van, betegség, stb., rázuhant és ráesett az emberre. Az Isten nem engedte volna ezt meg, az Isten adott egy lehetőséget, mi nem éltünk azzal a lehetőséggel. És az Isten azt mondja, hogy rengetegszer küldött prófétát, rengetegszer küldött, itt van az igéje, az ember mégsem gondolja át az életét, és mégsem változtatja meg, hanem ugyanúgy él tovább. Ott volt egy nagy döntés, hogy engedelmes marad az ember, vagy nem marad engedelmes az ember. Higgyétek el, hogy az engedelmességnek van a legnagyobb értéke. A tudásnál is nagyobb értéke van az engedelmességnek. Hát melyik gyerekedet hívott segítségül, ha baj van? Az okosat, vagy az engedelmeset? Csak kérdezem, csak úgy zárójelben. Melyiket? Az okosat hívhatod, megmagyarázza, hogy miért nem jön. Az engedelmes pedig nem kérdez semmit, hanem jön. És ezért ugye a teremtőhöz nem helyesen viszonyult az ember, ebből adódott, hogy az embertársával, önmagával való kapcsolata is egyszerűen tönkrement és megváltozott. Káin és Ábel. Káin senki nem tanította gyilkolni. Hogy mi a bűnnek a természet, és tudott gyilkolni? Tudott. Pedig aztán ő tényleg nem volt ilyen, hogyan gyilkoljunk tanfolyam. Tudott gyilkolni. Figyeljetek, ahogy megzavarodik az ember kapcsolata a teremtőjével, logikus következménye, hogy megzavarodik a kapcsolata az embertársaival. Miért ilyen zavart az emberi kapcsolatok? Azért, mert az embereknek egyre jobban megzavarodik a kapcsolatuk a teremtőjével. Figyeljetek, annyi istenkép, annyi hamis Krisztus, annyi hamis proféta, amennyi a végidőkben van, lesz, volt már most, ezek miért tették bonyolultabbá a világot? Azért, mert az embereknek a 21. századra még jobban megzavarodott a kapcsolatuk az Istennel, és ez okozza, hogy még jobban megzavarodik a kapcsolatuk az emberekkel. Ahogy távolodunk a bűnbeesés időpontjától, az Istennek, az Istennel való kapcsolatuk az embereknek egyre zavarodottabb lesz. Hát ma Isten címszóval, ha megnézitek, miket mondanak az emberek, megdöbbentő. Miért jött be a bűn? Azért, mert megszakadt az Istennel való kapcsolat, és az Istennel való megszakadás állapotában, kapcsolat megszakadása állapotában az ember olyanokat tett, amire utána következményei voltak. Az Istentől elszakadva az eredeti helyét elvesztette, és csak helytelenül tud gondolkodni és cselekedni. Értsétek meg, mivel elvesztettük az eredeti helyünket, ezért helytelenül tudunk gondolkodni és cselekedni. Nem abban a helyzetben vagyok. Mindannyian, akárhová jársz, bűnös az ember. Mindannyian. Miért? Mi kimozdultunk az eredeti helyünkről. A bűnök azok, amit ebben az állapotban tesz, vagy nem tesz, mulaszt az ember. Ugye mi a bűn? Azt mondja, hogy megszakította a kapcsolatot az Istennel, az önmaga szeretete és az engedetlenség miatt, és az is bűn, amit ebben az állapotban nem tesz meg az ember. Itt csak felhívom a figyelmet a talentumokra, stb. Nem csak az a bűn, hogy mi az, amit megtettél. Bocsánat, valaki betarthat mindent, az is bűn, hogy mi az, amit nem tettél meg. Jézus mit mond a végén? Kikhez szól? Akik nem tették meg azt, hogy egy pohár vizet és egy szelet kenyeret adtak, azokra mit mond?
Halleluja, ti önmegtartóztató emberek voltatok előtt. Nem. Ti nem ismerlek benneteket. A bűnnek a következménye a bűnök. Nem a bűnökkel kell küzdeni. Értsétek meg ezt, hadd hívjam fel a figyelmet. Ben vagy Mariska ágyába, vagy Pityu ágyába. Ott mivel akarsz már küzdeni? Nem a bűnökkel kell küzdeni, amik következmények, hanem a bűnnel kell küzdeni, hogy ne jussak el a bűnökig. A vallás mit csinál? Küzd a bűnökkel. Mit kell meggyónni a papnál? Mit kell a bűnvallásban elmondani? A bűnöket. De a bűnnel kell küzdeni. Ezért fogalomzavar van a bűn, és a bűnből következnek a bűnök. De az eredendő bűnt kell ahhoz megérteni, hogy az ember mivel vegye fel a küzdelmet. És ezért a bűn állapotában az ember csak bűnöket tud elkövetni. Jézus miből váltott meg bennünket? A bűnből. Azért vétkezünk, mert bűnössé lettünk. Ezen sokszor gondolkodtam, hogy vétkezik itt a hívő is. Miért vétkezik? Azért, mert az ember bűnössé lett. Ezért a bűn az ember Istentől függetlenül, Isten nélkül akar élni. Értsétek meg, mi a bűn? Hogy az Isten nélkül akar az ember élni. Mi az evangélium hirdetésének a lényege? Az, hogy felvilágosítsuk az embereket, hogy ne éljenek Isten nélkül. Óriási különbség, mint a felülvilágosítod, hogy te egy bűnös vagy, el fogsz kárhozni, mert dohányzol, stb. Ez volt évtizedekig az evangelizáció. Meg fogsz halni. Amikor evangelizálsz, akkor ne arról beszélj, hogy milyen bűnei vannak, hanem arról beszélj, hogy milyen Istennel élni. Miért nem tudunk őszintén evangelizálni, mert az, aki nem él Istennel, az nem tudja ezt elmondani. Azt el tudja mondani, hogy rossz az a bűn ezt csinálja, azt csinálja, meg fogsz halni, de nem ez az örömhír, hanem az, hogy milyen Istennel élni. Az ember Istentől függetlenül tud élni, de nem érdemes. Róma levél 14. fejezetéből, Róma levél 14. fejezetéből a 23. verset hadd olvassam fel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhozatra van, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Drága testvéreim, ha nem Istenben, nem Istennel élem az életemet, teljesen mindegy, hogy mit csinálok, kárhoztatva vagyok, teljesen mindegy. A világ legjobb embere lehetek, akkor is. Miért? Azért, mert az ember két választási lehetőség van, Istennel él, vagy Isten nélkül él. Mi volt a bűnbeesésben az engedetlensége Ádámnak és Évának, hogy eldöntötték, hogy Isten nélkül élnek. Isten felvilágosította őket, az 1 Mózes könyvében el tudjátok olvasni. Isten kétség nélkül hagyta őket, azt mondta, elmondta, hogy mi lesz, ha esztek erről a fáról. Elmondta a következményeit. Az ember hogy hozta meg a döntését, tudatában aznak, hogy mi lesz ennek a következménye. Ez a játék, amit Ádám Éva is csinált, ez nem egy pofonra ment. A Róma 14.23-ban azt mondja, mi a bűn? Ami az Istentől elszakítva csinál az ember. Az Istentől elszakadt ember nem tud igazat produkálni, és ez, drága testvéreim, mindenre érvényes. Minden korszaknak, kultúrának megvan a bűn fogalma, ami a társadalomnak, ahogy a társadalomnak, a vallásnak is. Ha megnézitek, a társadalomnak más a bűn fogalma. A vallásnak más a bűn fogalma. Az élőhitű embereknek más a bűn fogalma. Különböző korszakoknak is más a bűn fogalma. Egy Szodomába, Gomorába nem ütötte meg az inger küszöböt, hogy a nyílt utcán szexuális életet élnek. Erről is lehetne nagyon sokat beszélni, hogy különböző korszakokban milyen volt a bűnmeghatározás, de most én nem a korszakok bűnmeghatározását, hanem pár igén keresztül a Biblia bűnmeghatározását szeretném nektek megmutatni, hogy mit mond a Biblia. A Biblia szerint mi a bűn? 1 János levél, 3. fejezet, 4. vers. 1 János 3-4. Valaki, aki bűn cselekszik, az törvénytelenséget cselekszik, a bűn pedig a törvénytelenség. Na most itt lép be, hogy mit jelent a törvény. Neked a BTK-t, a másiknak a római jogot, a harmadiknak az angol szász jogot, nem. A törvénytelenség a Bibliában mindig azt jelenti, hogy az ember eltér az Isten igazságától. Az Istennek van egy igazsága, itt lehet megérteni. A Bibliát nem azért adta, hogy vallásos legyél és olvasgasd, hanem a Bibliát azért adta, mert ez az igazság. Ez az ő igazsága. Azért adta ide már a földre, azért nem lehet ezt a könyvet elpusztítani és kiirtani, mert ebben van benne az Isten igazsága. Ezt közölte az emberrel. És ha az ember ezt az igazságot ez alapján a nagy fehér trón előtt, vagy a Krisztus ítélő széke előtt, semmi olyanért nem leszel számon kérve, amit ebben nem közölt az Isten a saját igazságáról. Ezért ne szubjektív igazságokhoz mérj egy embert, azért, mert az ember ezt csinálta, vagy azt csinálta. Az nem biztos, hogy azért nem az emberre bízta az ítéletalkotást, hanem a saját igazságát kijelentette, és azt mondta, hogy ez szerint az igazság szerint leszünk megítélve. Figyeljetek, ez egy olyan büntető ügy lesz, egy olyan bírósági eljárás, ahol előre ismered, hogy mi az igazság. A kérdés az, hogy hogyan viszonyult az ember ehhez az igazsághoz. Az 1 János 5.17,
az a következőt mondja, hogy mi az ige szerint a bűn. Azt mondja, hogy minden igazságtalanság bűn. De van nem halálos bűn is. Most nem akarok itt menni. Még egyet mond, azt mondja, az igazságtalanság is bűn. Mi az igazságtalanság? Benne van a magyar szóban. Az igazságtól való eltérés. Tehát mi a bűn első lépése? Az, hogy mit tartasz te igazságnak. Ezért csak javasolni tudom, hogy ne tarts igazságnak a különböző alkotmányokat. Ne tarts igazságnak, abszolút igazságnak az emberi törvényeket. Mert mi az igazság? Az Isten beszéde az igazság. Az Isten nem a római jog szerint fog eljárni velem. Az Isten nem az angol szász jog, nem a magyar BTK alapján fog eljárni velem, hanem az Isten az ő igazsága szerint fog eljárni velem. Ezért mi az, amit az embernek feltétlenül meg kell ismerje, hogy Istennel kapcsolatba kerüljön, nem a gyülekezet, hanem az Istennek az igazsága. Tudjátok, miért térnek el az emberek az Isten igazságától? Mert nem ismerik, nem tanítják. Alig marad idő az Isten igazságának a hirdetésére, olvasására. Figyeljetek, az egyházak szórakoztató központok lettek. Nyári táborok, ezek mindig vannak. De az Isten igazságáról egyre kevesebb idő marad. Pedig az igazság az, ami a bűnt, a törvényszegést le tudja leplezni. És ennek az igazságnak az áthágása, be nem töltése, ez a bűn. Az igazságot, ahogy mondtam, a Szentírás tartalmazza, ezért a bűn az Isten törvényének az ellenkezője. És ez a lényege, ezért lesz anti az utolsó világ, az utolsó idők nagyon anti lesz. Miért? Azért, mert mindenben az ellenkezőjét fogja csinálni. És ezért a bűn Isten törvényének az ellenkezője. A Róma levél 7. verse, 7. fejezete, Róma 7, 21-23, csak két verszak. Megtalálom azért, mondja Pál, figyeljetek, nagyon jól leírja ezt a kettősséget. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni. Ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Azt mondja, hogy két törvény van bennem, a bűnnek a törvénye, hála Ádámnak és Évának, és bennem van az Istennek a törvénye. És ez a két dolog cselekszik velem. Honnan tudod ezt érzékelni? Jön egy ember, nagy bajuszos, csúnyákat mond neked. Mit mond a bűn törvénye? Vág szájba, Zoli! Minél gyorsabban és minél nagyobbat. Mit mond az Isten törvénye? Ne vág szájba, Zoli! Nem mész vele semmire, ő is szájba vág. Aztán egész életen át szájba vágdossátok egymást. Várj vele egy kicsit. Ez megvan bennünk? Hát szerintem megvan. Hogy lehet legyőzni a bűnt, úgyhogy elemzed a bűnt? Nem. Úgy lehet legyőzni a bűnt, hogy az igazság törvényét, az Isten igazságát érted meg, és az Isten igazságának a megértése kiszorítja a bűnt az ember életéből. És az Isten törvényének a lényege a szeretet. A másik embert középpontba helyező. Hogy tudod legyőzni a bűnt? Gyakorlati példát mondok. Nem magadat helyezd a középpontba, hanem a másik embert helyezd. Mert a szeretet kit helyez a középpontba? A másik embert helyezi a középpontba. Mert az Isten törvényének a lényege a szeretet, a másik embert a középpontban helyező gondolkodás, hozzáállás és cselekvés. A bűnnek a törvényének a lényege micsoda? A szeretettel ellentétes, önző, énközpontú élet, életfelfogás és életvitel. Ezért mondom, hogy a bűnnek a gyökere az ego, a bűnnek a gyökere az önközpontúság, a bűnnek a gyökere, ha éltél már együtt önközpontú, énközpontú emberrel, akármilyen jó ember vagy, lehetetlenné válik a vele való együttélés. Kiktől válnak el jó szándékú emberek? Énközpontú emberektől. Mi a házasságnak a lényege? Egy házasságot nem csak a paráznaság öl meg. Tudod, mi öl meg? Ha az ember, aki elveszi a társat, és él többé nem ő, nem a Krisztus él benne, hanem él tovább ő, az önmagában megölte a házasságot. Miért azt mondta a Biblia, hogy úgy választhatok szolgálókat, hogy nézzétek meg az életét? Azért mit kellett megnézni, hogy képes-e úgy élni, hogy a másik embert helyezi a középpontba? Mik a bűn következményei? Drága testvéreim, az önzés által elveszítjük az együttműködésre való képességet, a saját énünk fogjaivá válunk. Mi az önzéssel a legnagyobb baj, hogy elveszítjük az együttműködésre való képességet? Az Istennel az embernek együtt kell működni. Mi volt az első emberpárral a baj? Mi volt az együttműködés alapja? Ide figyelj, Ádi, Évikém, ide figyeljetek rám, arany szíveim, itt vagyok alkonyatkor. A következőt tanácsolom nektek. Ide ültettem két fát. Az egyikről ne egyél, a másikról egyél. Azt mondja, hogy erről ha eszel, bizonnyal meghalsz. Tehát ott volt a lehetőség. Mit mondott az ördög? Azt mondta, hogy az Isten csak rossz napja volt. Késő jött meg a nyugdíja, és egyszerűen ilyen zabos volt. Meg magyar nyugdíjat kapott, és egyszerűen zabos volt.
De nyugodtan egyél bármelyikről. És a bűnnek a gyökere pedig az, hogy az ember nem tudta alárendelni magát, és nem tudta azt mondani, hogy köszönöm szépen, ha saját magamat helyezem középpontba, annak megvannak a következményei, mert a bűnnek vannak következményei. János evangélium 8. fejezet, 34. verszak a következőt mondja. Felelt neki Jézus, bizony, bizony mondom néktek, mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Itt bejön egy újabb szempont, azt mondja, hogy mi a következménye a bűnnek, az, hogy szolgájává válok a bűnnek. És az önzés által elveszítjük az együttműködésre való képességünket. Jakab 1.5, Jakab 4.1.15, Jakab 4.1.2, rengeteg ige van ezzel kapcsolatban. Ha nem erős bennem az Isten igazsága, az Isten, a Krisztus törvénye, az Isten szeretete, akkor mi erős bennem? A bűnnek a törvénye, mert mind a kettő bennem van. És ha a bűn törvénye erős, akkor szolgává válok. Az a különbség benne, hogy a bűn nem kérdezi meg, hogy akarsz-e még egy drogostól már, aki már évek óta drogozik, nem kérdezi meg a bűn, hogy te ezt szeretnéd csinálni. Egy alkoholistától megkérdezi a bűn, megkérdezi a sátán, hogy figyelj, most már én is unom, már ne így áll többet. Hát dehogy is, még egy lapáttal, még egy, mi a célja a sátánnak, embergyilkos volt, kezdetől addig itat, amíg meg nem halsz. Mert ő abban gyönyörködik, a meghaló halálában. Az Isten mit csinál? Nem gyönyörködik a meghaló halálában. Kitől származik a bűn? Ezt megint fontos letisztázni. Nem az Istentől származik a bűn. Nincs semmi köze az Istennek a bűnhöz. A lázadásból, az engedetlenségből, a sátán bűne, ugye őt úgy hívták művész nevén, hogy Lucifer. Fényesség csillaga. Ézsaiás könyvében, Ezékiel könyvében tudsz erről olvasni, Ézsaiás 14. fejezet ír a sátáról. Ne zavarjon meg, hogy Tírus és Babilon királyáról beszél, az a sátán. És az Ezékiel 28 ír a sátáról. Ennyit tudunk a sátáról, amit ez a két vers, és még néhány igeverset el lehet kapdosni. De a bűn nem Istentől származik, hanem a sátántól származik, akinek a nevének a jelentése vádló ellenség. Ezért olyan érdekes dolog, nem, hogy az ügyészeket úgy hívják, hogy vádló. Ezért nem Istentől származik a bűn. Mi jellemzi a sátánt? Kiesett az igazságból, valamikor igaz volt a sátán. De kiesett az igazságból, és azóta mit csinál? Miért vádol? Támadja az Isten igazságát, és magát az Istent is. Ne lepjen meg, hogy a sátán két dologra teszi a hangsúlyt. Az egyik dolog a vádlás, az Isten igazságának az eltorzítása, a másik dolog pedig a bűnnek az eltorzítása. Ezért, ha megnézitek, a sátán erre koncentrál, erre a két dologra. Az, hogy te már bűnösen mit dalorászol a gyülekezetbe, senkit nem érdekel. Két dologra koncentrál, az egyik a bűn eltorzítása, hogy zavar legyen a fejekbe, a másik pedig az igazság eltorzítása, mert az igazság által tudod felismerni a bűnt. És ezért higgyétek elő, ilyeneket mond róla a Biblia, létrehozta a bűnt, amelynek az eredője, az énnek a kedvelése, miért hozta létre a sátán a bűnt, mi volt az eredője ennek, olyan akart lenni, mint az Isten. Ki esett az igazságból, és ezért mit akar, hogy minél több ember belerántson az igazságtalanságba. És ezért ő a hazugság adja, nincs benne igazság, emberölő volt kezdettől fogva. Az Isten fölé kerekedésnek, az Istennel való egyenrangúságnak a folyamata az önzés és az ego. Nagyon felkaptam a fejemet, amikor az első birkát klónozták. Egy Dolly nevezetű birka lett klónozva. Miért kaptam fel a fejemet? Elmondom miért. Mert ott rettentem meg, hogy mennyire igaz a Biblia, hogy az ember olyan akar lenni, mint az Isten. Teremteni akar. Ha megnézed az ember, mi az, amit a legjobban szeretne? Hatalmat az ember fölött. Ez Istennek megvan. Nekünk miért nincs meg? Hát mert nem tudunk vele bánni. Az Isten, az ember mit szeretne még? Ítélni a másik embert, ez kinek van meg? Istennek, az embernek jobb, ha nincs meg, mert másképp ítélnénk az embert. És még egyet szeretne az ember teremteni, hogy egészséges legyen, hogy ilyen legyen. Ez kinek van meg ez a lehetősége? Az Istennek. És ezért ugye a sátán tehát valóságos személy, angyali teretményből bukott alá, magasabb rendű az embernél, a neve ellenség, vádló, és nagyon érdekes, a Jób 26. fejezetében, a 12. versben elolvassátok, a vádlónak van még egy jelentése, büszke. Tehát, hogy honnan származik az ego, büszke. Innen származik az ego. A hitetés és a csalás mestere lett, mert ő képes a világosság angyalaként is megmutatni magát, képes az igazság szolgájának is megmutatni magát. Az antikrisztus miért fogják bekajálni? Tudjátok, kik fogják az antikrisztus bekajálni? Nem a világiak, a hívők fogják bekajálni. A hamis krisztusokat nem a világiak. A világiaknak van egy előnyük. Röhögnek az igazin is, meg a hamison is. Miért vannak előnyben? Hát nagyobb az esélyük felismerni az igazit. Azt mondja, legyél inkább hideg,
vagy forró, de semmiképpen ne állj meg közte. Hitetés és a csalás nagymestere, és az igazság szolgájaként fogja bemutatni. Azért tud felnövekedni a Babilon, mert a sátán az igazság szolgájaként működik. Te meg azt hiszed, hogy a lelkész ilyen ügyes. Nem, az igazság szolgájaként mutatja be magát. Tudjátok, a zsidók miért voltak antikrisztusi beállítottságúak? Mert ott volt testben a megjelent Krisztus. És mit mondtak rá? Rabbi, proféta, mester. Hát figyeljetek, egy kezet sok hozzá, hogy megszámolt, hogy ki az, aki azt mondta rá, hogy megváltó. Pedig aztán volt nekik előtanfolyamuk. 2000 évig olvasgatták a proféciákat. Ezért kell megérteni, hogy a zsidóságnak nem a harmadik templom lesz a megoldása, hanem hogy felismerik a Krisztust. Ember, aki most jössz a templomból. Pont azt, amit nem tett meg. Őnek azt kell felismerni. Templomot profit épített. Kettőt is. A második már hagyott maga után kívánnivalót, különösen az esdrási, neémiási, de azért Heródes helyre pofozta, azért azt kitatarozta rendesen. Hanem őt nem ez fogja megsegíteni, hanem az, hogy felismeri, hanem azt kell mondja, hogy te vagy a Krisztus. És miért gondolod, hogy a két templomból nem ismerte föl, akkor a harmadikból felismerni? Értsd meg, a Krisztust kell felismerjék, nincs más lehetősége. És ezért ő a hitetésnek és a csalásnak a nagymestere. 2 Korintus levél, 11. fejezetből, 2 verszakot, 14-et, 15-et hadd olvassam fel. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá. Ezt ma aktuális üzenetként érdemes felolvasni a Nemzeti Keresztény Magyarországon, fel is olvasom még egyszer. Nem is csoda, hisz maga a sátán átváltoztatja magát világosság angyalává, nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek a végük az ő cselekedeteik szerint lesz. Majdnem kihagytam ezt a részt. És ezért, drága testvérem, a földre az első emberpár engedetlenségével jött be a bűn. Róma 5.12. Isten felhívta az ember figyelmét az engedetlenség következményeire. 1 Mózes 2.17, 1 Mózes 3.1.3. A sátán viszont azt hazudta 1 Mózes 3.4.5, hogy a bűnnek nem lesz következménye, az engedetlenségnek nem lesz következménye. Ezért a bűn gyökere az engedetlenség. Ezért a földre az első emberpár engedetlenségével jött be a bűn. A bűnnek közvetlen azonnali következményei voltak, nincs az embernek mentsége rá, mert ismerte a következményeit. Ez például azonnali következmény volt, hogy nem volt rá mentség. Nem lehetett azt mondani, hogy bocsi. Sajnálom. Elnézést. Kevés, mert ismerte a következményeit. Ha ismerte a következményt, akkor így döntött. Félelem alatt, rettegés alatt éled rá az életedet, akkor az azt jelenti, hogy nagy hatása van a hazugság atyának az életedre. Mert az Istent onnan tudod megkülönböztetni, hogy nem jön félelemmel. Ő a shalom, ő a békesség. Megbomlik az Istennel lévő összhang. Egy bűnben élő ember fél és retteg. A további nemzedékekre is kihat a hatása, genetikai hajlamként öröklődik. Ugye itt lehet látni, amit mondtam nektek, hogy Ádám után a második nemzedékben megjelenik a gyilkosság, az ötödikben a többnejűség, és újra megjelenik a gyilkosság az ötödikben, és a tizedik nemzedékben már itt tartunk, csak gyorsan hadd olvassam fel, 1 Mózes, 6. fejezet, 5. vers, 1 Mózes 6. fejezet 5. vers, 10 nemzedék telt el Ádám óta, és látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 10 generációval Ádám után az ember minden alkotása szüntelen gonosz. Most képzeld el, 6000 évvel Ádám után. Hogy állunk ezzel a kérdéssel? A bűn bejövetelével együtt vége lett az örök életnek is, bejött a halál az embereknek a világába, és bejött az elmúlás a természetnek a világába is. Ki lett a világ a bűneset miatt? Ez egy ellopott jog. A sátáné lett a világ a bűneset miatt. Ezért ne az Istenen kért számon. A szárazságot, stb. Isten ezt helyre fogja állítani, a sátán élet. A világban lévő dolgokat, gonoszságokat ne Istenen kér számon, nem ő okozza, hanem a sátán. Ságrendekkel bölcsebb és okosabb ma a Föld, mint pár ezer évvel ezelőtt, és mégis az élet minősége, mégis az emberi kapcsolatok nagyságrendekkel rosszabb állapotban vannak. Miért? Mert ezt a hatalmat az ember mire használja ki? Önzésre használja ki, semmi másra.